tropikárium a járványhelyzetben a rendelkezések miatt bezárta kapuit a látogatók előtt, az élet azonban mégsem állt le a zárt ajtók mögött. Bizonyos ajtók ugyanis kinyíltak az itt élő állatok számára, így néhány állat szabadon mozoghat a tropikárium területén. Persze azért nem mindegyik faj, de a tropikárium sorozatunk újabb részének főhősei, a leguánok engedélyt kaptak arra, hogy ebben az időszakban kijöhessenek ketreceikből. És úgy tűnik, élvezik is a frissen kapott szabadságot, bár eleinte kell némi motiváló falat, hogy elhagyják a megszokott otthonukat. Már régen egyik kollégán kezdte el, és így néhány éve volt, hogy időnként kiengedjük, általában nem látogatási időben, vagy esetleg néha van a csoportvezetésnél, vagy hasonlónál. Idősnek számít, nem idős fel? Nem olyan idősek még. Még, ha jól emlékszem, talán 2012-esek, akkor szültek, hogy ilyen 8 év körül vannak. És mi az ő természetes idő? A karibi szigetvilágban vannak ilyen különböző szigetek, ott vannak elő, konkrétan egy Hispaniola szigetén élnek. Úgyhogy gondolom ott is egy-egy, lehet, hogy még annó, mint az Orlegán valami ilyesmi leguánok eljutottak a kis szigetekre, és ott ugye nagyon könnyen ki tudtak alakulni ilyen különböző fajok. A leguán pár 8 éve a tropikárium lakója, hidegvérű állatok így nappal élénkebbek. Hidegvérű állatok ugye a napmelege által, hogy ők is felmelegszenek, és ugye egyre reaktívabbak. Úgyhogy elsősorban ilyenkor megindulnak táplálékot keresni, főként növényekkel táplálkoznak, ugye, amiket talán a különböző növényeket, leveleket, virágokat, mindent elfogyasztanak, és ezen kívül, ha van lehetőségük, akkor egy kis rovarral, vagy valami apró gerincesen, mondjuk esetleg valami gyíkkal is kiegészítik a táplálékokat, hogyha ha ezzel a komótosabb tempójukkal sikerül azt elfogniuk. A leguánok általában könnyen elfogadják az embert, nem tesznek különbséget a gondozók között. Mozgásuk fiatal koruk ellenére is lassú, nyugodt. Általában elég komótosan szoktak mozogni, úgyhogy mindig figyelünkre nem szoktuk őket ugye messzire engedni, és ugye általában azért szoktak kijönni, mert ilyenkor van, hogy akkor kapnak pár kis finom falatot is, hogy nekik elsősorban az, ami leginkább ösztönzi őket, azok a rovarok szoktak lenni, mert a természetben ugye ott is általában ki kell használjuk minden lehetőséget, hogyha valamilyen állati fehérje forráshoz hozzá tudnak jutni, még ha nagyon kis mértékben is, úgyhogy ezek az ösztönök megvannak bennük, és így is szívesen elfogyasztanak egy kis rovart, és ez mivel ez egy ritkább táplálékuk, ez sokkal jobban ösztönzi őket, hogyha kín vannak, és akár ha arról is van szó, hogy vissza akarjuk csalni őket a helyükre, akkor ezzel megoldható. A leguánok testhossza az 1-2 métert is elérheti, míg testtömegük 8 kg is lehet. A kifejlett hímpikkelye szürkészöld, toroklebenye jól fejlett, háttaraja hosszú és hátrahajló. Az itt élő leguánok épp egy vedlésen vannak túl. A vedlése, ahogy itt látszik, hogy miért elkezdett, hogy lejönne a régi bőr, és akkor itt a színesebb új van alatta, meg itt van a régebbi. A nőstény évente egyszer rak tojást, de ekkor 25-60 darabot. A tojásokat 30 cm mély alagútba rakja. A kis leguánok 90 nap múlva fejlődnek ki, ám a természetben előfordul, hogy tojásaik zsákmányul esnek más állatoknak. A mongúz, ami ugyanúgy egy nem őshonos ragadozó, vagy a betelepült patkányok, amik oda mehetnek, és előfordul, hogy kikaparják a fészket, de ugyanazok ugyanúgy elpusztíthatják a frissen kikelt kicsiket is, hogy ezekre jelenthet veszélyt leginkább például a házi macska is, ami elkaphatja ezen kívül a felnőttekre, ugye a kóborkutyák a kisebb falkába odaverődnek, ugye ha le van hűlve egy hüllő, akkor nem tud olyan hathatósan védekezni, vagy hogyha több állatról van szó, sokkal hamarabb lemerül energetikailag, mint egy kutya, úgyhogy, vagy egy más melegvérű állat. Szóval, hogy éppen ezért a hidegvérű állatok így elég rossz helyzetben vannak, hogyha főleg egy olyan állat, amiből esetleg egy kisebb falka vagy néhány egyet próbál valakit megtámadni, az hamar elfárad és nem bírja olyan kitartóan ugye a védekezést, hogy
hogy ezt ezzel megakadályozza ugye a támadás. A szerencsés példányok akár 20 évig is élhetnek, így a tropikárium lakói még sokáig élvezhetik az incsiklandozó falatokat.